Indítson a kormány szemléletformáló kampányt az eladósodás formáiról, többek között erre szólítja fel az Együtt a jelenlegi hatalmat. Szigetvári Viktor kiemelte, a devizehiteles katasztrófához hasonlóba érheti az országot, ha most nem figyelünk oda. Az Együtt választmányi elnöke a forint alapú változó kamatozású hitelek veszélyeire hívta fel a figyelmet, ezekhez ugyanis jóval olcsóbban lehet hozzájutni, mint a rögzített kamatozású konstrukciókhoz. Ráadásul a bankok is tudatosan terelik a változó kamatozású hitelek felé az ügyfeleket. Noha a kamatkörnyezet most kedvező, ez könnyen változhat. Szemléltetésképpen, ha a kamat a duplájára nőne a jövőben, az legalább 40%-kal dobná meg a havi törlesztő részletet, ami azért is veszélyes, mert egy 2017-es jelentés szerint a lakáshitel állományon belül 63%-ra tehető ezen hitelek aránya. Hát Szigetvári Viktorral folytatjuk az Együtt választmány elnökének. Boldog új évet, jó reggelt kívánok! Kezdjük csak önnek is boldog új évet! Beszéljünk és erről. És Kárász úrnak is. Mindenképp. Örül is neki, ahogy látom. Mindenképpen beszéljünk erről a problémáról, ami a felvezetőben volt, de akkor legelőször is tisztázunk, mert itt tényleg a lapszemlében egy fél órája arról beszélt Gréci Zsolt, a DK szóvivője, hogy Szabó Szabolcs, az Együtt politikusa benne van ebben az MSZP és DK kötötte megállapodásban, mint aki Csepelen indulhatna egyéniben. Erről mit tud? Mert hogy ön is sokszor emlegette itt a stúdióban, hogy ő például egy jó jelölt lenne. Hát ugye ő megverte 2014-ben Németh Szilárdot, és 2018-ban is meg fogja verni Németh Szilárdot Csepel-Soroksár választókerületben az Együtt jelöltjeként egy ellenzéki együttműködés által támogatva. Én örülök, hogyha ezt Gréci Zsolt így tudja, én remélem, hogy ez így is van. Ugye mi Juhász Péter kezdeményezett egy tárgyalás Molnár Gyulával meg Gyurcsány Ferenccel, még az ünnepek előtt, hogy akár a két ünnep között is tudjunk találkozni, sajnos erre nem jött, nem volt lehetőség azt mondták a partnerek a szabadságolás miatt, Molnár Gyura semmilyen választ nem adott. Szerintem a héten már lesz konzultáció a Demokratikus Koalícióval, és én bízom benne, hogy ennek nem csak Szabó Szabolcs választókerülete, hanem mindazok, amelyekről mi korábban a Demokratikus Koalícióval beszéltünk, hogy mi hol tudjuk az ő jelöltjeiket támogatni, mert ugye vannak ilyen jelöltek, meg hol vannak olyanok, akik ők tudják a milyenket támogatni. Ebben tudjuk, hogy a Demokratikus Koalíciónak mekkora a támogatottsága, tudjuk, hogy nekünk hol vannak győzelemre képes jelöltjeink, akár a 8.-9. kerületben Baranyi Krisztina, akár Nyíregyházán Lővei Csaba, vagy Berkecz Balázs Pécset, és hadd ne soroljam fel, de ezt tudom mondani a DK oldaláról is, hogy hol látok, akár mondjuk Dunaújvárosban most, hogy nem mondjam fel a leckét ebben. Szerintem ebben a DK-val tudunk remélem haladni egy partnerségben, a Magyar Szocialista Párt pedig bízom benne, hogy egyszer végre leül velünk tárgyalni. Ami viszont fejlemény, igaz, nem a két ünnepek között született, hanem hát a nyilvánosság előtt tegnap ez a Válaszunk 2018 mozgalom, amiben az elmúlt kormányok több tagja részt vett, és más jobboldali értelmiségek is, és hát igazándiból ők azért állnak ki, hogy mindenki, aki a demokratikus értékek mellett elkötelezett, menjen el szavazni, és vállalják azt, hogy összefésülik az ellenzéki pártok választási programját. Mi erről a véleménye? Ez most egy lendületet ad, vagy nesze semmi fog meg jól? Szerintem azok a nevek, akik előkerültek, és többekkel közülük én ebben a konkrét ügyben még az ünnepek előtt találkozhattam, és talán mondhatom, hogy Balázs Péterrel már csak személyes barátság is összeköt bennünket, hiszen együtt dolgoztunk a bajnai kormányban, és sok dologban kikéri az Együtt a véleményét, amikor Hajdunóra külügyi ügyekben megszólal, vagy egyáltalán alkotjuk a külpolitikai stratégiánkat. Tehát én volt Péter Ákost, vagy másokat is tisztelek abból a listából, ami nyilvánosságra került. Én ezt egy jó dolognak tartom, ameddig nem próbál egyik vagy másik párt mellett elköteleződni. Itt nagyon nagy tekintélyű emberek vannak. Én nem hiszek abban, hogy aki 50 évnél idősebb, az ki kell dobni, és aki meg fiatal, az meg önmagában azért jó, mert fiatal. Magyarországon vannak tehetséges emberek, férfiak és nők, akik hozzájárulnak a közélethez. Ez egy fontos dolog. Szerintem ha ők partnerséget ajánlanak programügyben, nekünk van egy kiváló programunk. Bár érdemben tudhat konzervatív szavazókat, bizonytalan szavazókat, de konzervatív értékrendűeket mozgósítani az, hogy itt vannak jobboldali értelmiségiek is, mert hogy én már hallottam olyat, hogy nekik csak savanyú a szőrő, mert hogy kiestek a Pixisből. Én abban egészen biztos vagyok, hogy az egyéni választókörökben a Fidesz nagyon sok helyen le lehet győzni, és most olyan, mintha nem válaszolnék, de valójában ez a válaszom önnek, hogy sok olyan Fideszből kiábrándult ember van, aki nem akar a Jobbikra szavazni, és persze lehet, hogy van baja emezzel vagy amazzal az ellenzéki párttal, de van egy indulata a Fidesszel szemben, mert kisemmizve, átverve érzi magát, hogyha hiteles győzelemre a képes egyéni jelölteket állít az ellenzék, ma ez nem elég széles együttműködés, a DK-MSZP paktum az még egyelőre szűk ahhoz, hogy ezt el lehessen hinni, és én még mindig bízom benne, hogy akár az LMP-vel vagyok. A paktum vagyom. Kicsit pejoratív. Hát még egyelőre ugye ketten meghozták nélkülön. Ha az egyik benne van, akkor már nem paktum. Nem. Hát, hogyha valaki ebben nem ezt mondja, ezt ön gondolja rólam. Én mindig elmondom, és már
ki szoktak néha nevetni az újságírók, amikor én elmondom, hogy én a Momentumtól az LMP-ig szeretném, hogyha létrejön egy olyan egyéni együttműködés, amelyben a helyben győzni képes jelöltek tudnak nyerni, és van ilyen LMP-s, van ilyen DK-s, van ilyen szocialista, és van ilyen együttes is. Ha valaki valakit ebből kiszorítan, azt nem tudom nagyon máshogy minősíteni, és ezt csak arra mondom önnek, hogy ezekre a győzelemre képes emberekre, Dunaújvárostól Pécsig, Nyíregyházától a 8. kerületig, vagy Csepelig, fognak szavazni akár polgári szavazók, vagy konzervatív szavazók. Beszéljünk erről, amit a felvezetőben egy összefoglalóban már mutattunk, hogy ugye a Nemzeti Bank stabilitási jelentése tavalyi évről szólóból kiemeltek egy érdekességet, amiről egyébként itt már szakértők nekünk beszéltek, de hát nem ilyen megközelítésben, mint ön, arról van szó, hogy 51%-a az új lakáshiteleknek változó kamatozású konstrukció volt, és nagyon érdekes volt ez a számítás, amit nyilvánosságra hoztak, hogyha 4% ponttal emelkedik a kamat, az a törlesztő részletben 40%-ot jelent. Mi az együttben ezt azért tartjuk nagyon fontosnak, hogy beszéljünk erről egy választási kampány évben, mert ez is része a kampánynak, hogy a 10 év múlva Magyarországról beszélünk. Mi nem fogunk mellé beszélni ezekben az ügyekben az együttben, nem csak 19. havi nyugdíjat fogunk ígérni, mert ez tőlünk távol áll. Stabil nyugdíjrendszerről beszélünk, jó oktatásról, de erről azért kell beszélni, mert a devizahiteles ügy után egy újabb katasztrófa fele sodorja a magyar lakosság egy jelentős részét, hogy a bankok továbbra sem tájékoztatnak megfelelő módon a kockázatokról, a jegybank bár leírja a problémát, de valójában nem lép fel egy csomó problémával szemben. Mit tudna tenni a jegybank? Hát azért a Magyar Jegybanknak abban rengeteg szabályozói szerepe van, hiszen beolvasztották már a PSAF-et, a pénzügyi felügyeletet, hogy jobb hiteltermékek kibocsátására hát szorítsa a bankokat. De pont az év elején, már hogy a tavalyi év elején indult ez a minősített fogyasztóbarát hitelkonstrukció, ami még átláthatóbb, és még inkább jobb feltételek. Hogy egy fideszes nyelven is érthető dolgot mondjak, a focit gólra játsszák, és hogyha az jön ki az év végén a saját jegybanki jelentésükben, hogy a kibocsátott hiteleknek csak 6%-a rögzített kamatozású, akkor valami nincs megoldva. És én az együtt nevében azért szólaltam meg, mert szerintem van felelősségünk, hogy ne csak ígérgessünk a választóknak, hanem felemeljük néha a mutatójunkat, és azt mondjuk, hogy itt álljunk meg. Az történik, és ez az alapvető probléma, hogy nem értik szerintem az emberek, és a bankok a rövid távú hitelkibocsátás növelése érdekében most nyakló nélkül tolják ki úgy a hiteleket, hogy gyakorlatilag nem veszik észre, hogy lehet, hogy ma 30 ezer forint egy átlagos hitelnek a havi törlesztő részlete, de hogyha csak egy picit növekszik az infláció, picit megnő majd az alapkamat, ami nem lesz örökké ilyen, és nem Matolcsy György miatt ilyen alacsony, hanem azért, mert ilyen a világgazdasági válság utáni helyzet, ha csak 3%-kal növekszik, akkor 45-50 ezer forintra fölmehet akár a havi törlesztő részlet, és ezt megint nem fogják elviselni a háztartások, és megint majd az adófizetők pénzéből kell ezt megmenteni. De nem arról van szó, hogy a hitelfelvevők pontosan tudják, hogy biztonságosabb lenne hosszú távra rögzíteni, csak ez az olcsó, és ezért ezt tudják megfizetni. Tudja, pont a jegybanki jelentés írja le, hogy ez messze nem igaz Európában, és nem csak a legeslegfejlettebb gazdaságokról van szó, hogy annyival kellene drágábbnak lenni egy rögzített kamatozásúnak. Önnek abban teljesen igaza van, hogy holnap, hogyha megkötne egy rögzített kamatozású, de akkor valamivel nagyobb lenne a törlesztő részlet. Csak egy dolog van, hogy egyrészt az a valamennyivel drágább, az például pont éppen egy jegybanki fellépésnek a kérdése, mert abban a statisztikában is teljesen világosan benne van. Én ezért vagyok dühös, hogy nem tesznek eleget, pedig tudják, hogy mi a valóság, hogy Magyarországon a prémium ár kategória, amit fizetni kell egy rögzített kamatozású hitelére, az messze legnagyobb a régióban és Európában is a legnagyobb prémiumot fizetik a magyar hitelfelvevők. Jó, de ugye piacgazdaság van, és pont az együtt sem nagyon szereti, hogyha ebbe felülről irányítottan beleszólnak. Most hogy mondja meg egy jegybank a különböző bankoknak, hogy hogy adják ezeket a hiteleket? Ma szerintem a parlamentben levő pártok közül az együtt mer a legkeményebben és legvilágosabban kiállni a szabad és versengő piacgazdaság mellett. De ebbe az is benne van, hogy az államnak erővel föl kell lépni egy olyan világgazdasági válság után, amikor a bankok főleg Amerikában előállítottak egy hitelválságot, simlisztek, átverték az embereket, átverték az államot, és utána a legnagyobb trükk ebben az egészben az volt, hogy az adófizetőkkel nyelették le ennek a költségét. Spanyolországtól Magyarországon át Amerikáig. És ebben szerintem, ha tényleg akarunk tanulni az elmúlt 20 év problémáiból, tényleg egyébként felelős választási kampányra készülünk, és az együtt erre készül, hogy kimondjuk azt, hogy mit kell tenni ezzel az országgal. Ebben meg kell tenni azt, hogy beszélni kell arról, hogy a bankok is menjenek vissza ebben, mert nem a profitjukkal van bajom. Én nem leszek soha bankellenes populista. Azt viszont fontosnak tartom, hogy ne verjék át a hitelezőket, és legyen tisztességes hosszú távon megtérülés. Ha a jegybank politikája az együtt szája íze szerint alakulna, akkor ebben az ügyben konkrétan mit csinálnának? Konkrétan sokkal erősebben lépne fel a
az állam nevében, a jegybank annak érdekében, hogy rögzített kamatozású hiteltermékeket megfelelő információval, tájékoztatással adjanak az embereknek. Ezt egyébként árképzésbe igenis be tudja szorítani a bankokat. Másrészt én egyébként megkezdeném azonnal az euróövezethez való csatlakozást, mert bár az euróövezeti csatlakozás nem fogja kiszerelni az összes ilyen kockázatot, de kockázatokat csökkenteni fog. És a harmadik dolog, ne Soros György elleni gyűlöletpropagandára költsenek, hanem ugyanabból a 6-8 milliárdból költsenek egy tényleges tájékoztató kampányra, amikor a lakosság megérti, hogy lehet, hogy ma 3000-5000 forinttal többet fizet, de 10 év múlva, amikor a második fele jön a törlesztő időszaknak, lehet, hogy ezzel kevesebb kockázata lesz. Csak egy mondatban, ugye gyűjtenek az ászbüntetés miatt. Igen. Az együttben is, ugye 19 millió az együtt büntetése. Hol telt ez a dolog? 3,5 millió forint érkezett be itt az ünnepek alatt. Ami... Hát az nem sok. A büntetés szempontjából én optimista vagyok, hogy mi ezt ki fogjuk fizetni, mert vannak további jelentkezők is. Már az egész 19 milliót? Hát nyilván kifogjuk. Hát szerintem akár az egészet is ki fogjuk tudni fizetni, de abban egészen biztos vagyok, hogy pont a mai napon Juhász Péterrel, pártunk elnökével tartott közös sajtótájékoztatót, mi érdemi ellenvéleményt hoztunk fel, mert teljes mértékben megalapozatlan az állami számvevőszéknek a álláspontja. A Jobbik simlizett a plakátpénzzel, őket meg kell büntetni, de nem ilyen eljárásban, hogy velük szemben eljártak. Az Együtt, és hogy korrekt legyek, akár az LMP, akár a Demokratikus Koalíció, vagy más megbüntetett pártok, mint a Párbeszéd, tisztességesen gazdálkodtak, és ezt be is fogjuk bizonyítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.